Na sziasztok, üdvözlök minden kedves nézőt, Érics vagyok, és elérkeztünk egy újabb ládanyitós videóhoz, ahol a saját fiókomon fogok ládákat kinyitni. Még most így a videóban is meg szeretném nektek köszönni azt, hogy átléptük a 30 ezer királynőt, illetve királyt a csatornán, még kimondani is hihetetlen nagy ez a szám, viszont még mindig a videóimat nézőknek a több mint 50%-a nincsen feliratkozva a csatornára, szóval hogyha esetleg te is közéjük tartozol, akkor nagyon hálás lennék, hogy a csapatnál egy feliratkozást. Hétvégén lesz majd ugye a karakter sorsolás, amire még mindig lehet jelentkezni, erről van videó a csatornán. Viszont most foglalkozzunk a ládanyítással, nagyon izgatott vagyok, hiszen még nincsen olyan nagyon komoly karakterem, megmutatom, hogy mik vannak nekem, és hogy mik azok, amiket nyithatunk. Van itt még bőven mit nyitni, igazából 9 karakter még az, amit kinyithatok. Remélem, hogy valamelyik be fog akadni. Ugye láthatjátok, hogy lassan 3500 kupán vagyok. Az elmúlt 2 hétben annyit játszottam igazából, amennyit streambe, és olyan 4 Brawl Stars live volt maximum. Úgyhogy kezdjünk is el nyitogatni. Én Ammondó vagyok, 55 Brawl Boxom van, illetve 1 Big Boxom. Igazából meglátjuk, én nem mondok így előre semmit, lesz ami lesz. Hogyha nem nyitok most semmit, akkor se leszek elkeseredve, hiszen egyrészt ez csak egy játék, másrészt ez annyira nem is nagyon sok chest, nem tartott olyan sokáig összeszedni. De azért Gemegnek örülnék, hiszen nem sokára jön az új karakter, hogyha esetleg kérdeznétek, hogy miért nem akkor, Ricsi, hülye vagy, miért nem vártad meg az új karaktert, nem tudtam volna máskor felvenni ezt a videót, illetve a mai, ugye amikor nézitek ezt a videót, erre a napra live nem valószínű, hogy lesz, és mindenféleképpen akartam egy videót, úgyhogy ezért is veszem fel most, és ezért nem vártam meg azt, hogy kijön a karakter, igazából ennyi ennek a lényege. Úgyhogy nyitogassunk, remélem tényleg, hogy valami beakad, és remélem, hogy örültök, hogy tényleg elég gyakran vannak mostanában videók, illetve livestreamek. Jól van. Egy lájkot egyébként nagyon-nagyon megköszönök, hogyha csapattok, ebből látom azt, hogy van igény még ládnyitós videókra. Jó, eventiketeket azt most azoknak örülök, ugyanis hogyha esetleg most nem kapnánk semmit, akkor ugye hétvégén az eventtel megpróbálok még sok ládát összegyűjteni. És szerintem az én karakterem ilyen minimum 50 láda az, amit össze szeretnék gyűjteni. Az alatt nem igen lesz ládanyítás. Nem is néztem meg igazából, hogy mennyi az esély arra, hogy új karaktert nyissunk. Ezt hol is lehet megnézni? Várjatok. Talán itt. Info. Aha. Itt van, de nem ezt nyitjuk most igazából, ez Big Boxnak az infója. Legendálira 0,1% esélyünk van. És a Megaboxnál mennyi van? Ott is. Ja, mindennél ugyanannyi az esély, minden ládánál. Jól van. Akkor 0,1% esélyünk van arra, hogy legendárit nyitunk. Hát ez nagyon-nagyon kevés igazából, de ez általában mindenkinél valami ilyesmi szokott lenni. Jézusom, most például 70 goldot kaptunk, ami nem rossz igazából. Megmondom őszintén, én a Brawl Boxoktól remélem a csodát, de te szeretnék most felpusholni olyan 4000 kupára, hiszen a Megaboxot az már szívesen nyitnám. Úgyhogy el kéne kezdeni kicsit aktívabban játszani, mert most elég inaktív voltam. Na jól van, jó, 3 gem király, talán ez volt az első gem igazából ebben a videóban. Na nézzük, még van 27, szóval még semmi nincsen veszve, nyugi van, gyűjtsük az energiát, még 3 gem király, gyerünk, szedjük be az energiát, legyen valami jó, gyerünk, én bízom a játékban, tehát szerintem valamilyen epic be fog nekünk itt akadni, én Ammondó vagyok, megvárjuk most a taptapot, hát ha segít, 1, 2, 3. Nem, sajnos most nem segített az a helyzet, viszont 3 eventiketet az dobott nekünk. Hú. Dropra, figyeld, dropra. Hát dropra kaptunk 19 coint végül is, nézzük a jó oldalát, legalább coint azt kaptunk, figyelj most. Legalább nem üres ládát nyitottunk, tényleg vajon volt már olyan, hogy bebágolt a játék és nem adott semmit. Nem hiszem, hogy ilyen megtörtént.
bárkivel is. Egyszer velem Fortnite-ba történt ilyen, még Season 2-ben játszottunk haverommal. Semmi fegyverünk nem volt, már talán ilyen 60-an éltek, tehát elég sokan meghaltak, már nem volt semmi fegyverünk. Találtunk egy ládát, oda mentünk, kinyitottuk, és nem volt benne semmi. Tehát nem az szó, hogy leesett valahova, vagy valami, hanem nem volt benne semmi, bebugolt a game. 10 alá megyünk lassan, és még mindig semmi. Kezd egy kicsit felhúzni a dolog, őszintén megmondva. Azaz! Végre! Ez az! Hú! Most egy óriási kő esett le a szívemről. Azt hittem, hogy nem fogunk igazából semmit kapni, de ott van a Piper. Ott van. Ennyi. Jó! Ez most kicsit feldobta a kedvemet. Király, meg is van a... Azért az utolsó pillanatokban jött ez az új karakter, de ott van, és nyitottunk egy epiket, nagyon cuki, nagyon baba, és már kapjuk is rá a fejlesztő pontokat. Jó. Zsí. Még van egy big boxunk, hát ha abból beakad egy legendári. Hát ebből nem fog beakadni semmi, 158 coin után. Jól van, na, király, itt is van akkor kedves Piperünk. Menjünk vele egy meccset? Mit szóltok, hogyha megyünk vele egy meccset? Próbáljuk meg, ha már így megkaptuk, akkor menjünk vele egy meccset. Próbáljuk meg, gépen egyébként elég nehéz lesz játszani Piperrel, inkább szerintem telefonon fogok vele pusholni, ugyanis ez a karakter eléggé a célzásról szól, hiszen ezzel elég jól kell lőni, de hát meglátjuk, hogy mi lesz. Nem játszottam még egyébként, csak talán egy videó erejéig próbáltam ki Pipert. Még arról van is videó a csatornán. Jól van, megpróbálunk egyébként egy győzelmet valahogy megszerezni. Így első gamenek. Az mondjuk nem ment el messze attól a kártól. Nem baj. Szerintem ezzel az autósodat azt nem kéne erőltetni. Megnéztem ezt a bokrot, de nincs benne senki. Jó. Van egy nézőnk, ő most biztos meglepődik, hogy mi? Richie-nek Piper? Mi történt? Na? Ó, majdnem megszereztem az első ölést. Ne, pedig az enyém is lehetett volna. És belelövök a kaktuszba. Hát igen, rá kell még érezni erre a karakterre. Ajaj, van ultia. Jó, nagyon lelovasztuk. Megakadályoztuk azt, hogy ránk pusoljon. Ez most jó volt. Ez most itt nagyon kellett. Azért egy Daryl ellen közelharcban nem hiszem, hogy olyan sokra mentünk volna. Hú! Jó, na nem kell olyan. Uram, kérem, fékezze az indulatait. Hát hihetetlen. Egy hölgy ellen? Egy hölgyre azért nem szabadna rálőni, hát milyen undorító dolog ez. Ó, egy kár. Megsoroztuk rendesen. Ez hol robbant? Felrobbantotta rendesen. Van ulting, szóval a közlekedéssel nem lesz baj. Az mondjuk úgy király ez az ulti. Nem tudom, hogy hol lehet ez a bó, itt nincs. Viszont engem ideg... beleszaladt a Daryl is. Bum. Nem tudtuk elégszer előni. Nem baj, semmi baj. Ez nem volt olyan rossz meccs szerintem igazából. Mennyi kupát kapunk ezért vajon? Közben egyébként megnézem most már a végjátékot. Kíváncsi vagyok, hogy ki fog nyerni. Hát itt nekem sok esélyem nem lett volna. Azt azért úgy ismerjük el. Plusz 5 kupa. Jaj, de kis aranyos. Hát megzabálom, komolyan mondom. Megzabálom. Plusz 5, király. Ó, és nyit... Nem is emlékszem, nyitottunk token duplázót. Lehet ott nem figyeltem. És egyébként képzeljétek el, hogy van még egy jó hírem így a videó végére. Ugyanis a klánom az bekerült lokál top 38-ba, ami szerintem nem olyan rossz. És én ennek nagyon örülök, 100-an vagyunk benne. Szerintem ez egy tök király dolog. Nivekkerek, lol, megelőztük a Nivekkereknek a klánját.
Király, és még annyira nem is feküdtünk egyébként rá a dologra. Na, úgyhogy én viszont nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet. Hát ez a ládanyítás sikeres volt, ugyanis egy új karaktert nyitottunk. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy tetszett nektek a videó. Egy lájkot ne felejtsetek el dobni, illetve újak vagytok, egy feliratkozás is nagyon megköszönök. Találkozunk legközelebb. Sziasztok, srácok! Na, csövi, köszi a figyelmet!